Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoár. Ebben a mostani videóban a gluténérzékenység okairól és működéséről lesz szó, illetve négy olyan lépésről, amelyek segíthetnek abban, hogy csökkentsd a tüneteit ennek a problémának. A glutén egy ragacsos fehérjeféle, ami ugye legnagyobb arányban a búzában, az árpában és a rozsban fordul elő. Sokan feltették nekem is azt a kérdést már, hogy miért is jelent meg a gluténérzékenység, hogy az őseink miért nem voltak érzékenyek a gluténre. A válasz egyszerű. A probléma a gluténnal amiatt alakult ki, hogy a ma használt gabonák rengeteg hibridizációs folyamaton mentek át az elmúlt 100-200 évben. Emiatt a glutén is átalakult a gabonákban, tehát az a glutén, ami a mai gabonákban van, az egyáltalán nem az a glutén, amit évszázadokkal ezelőtt a gabonákban volt. Ez egy újfajta glutén, amit a legtöbb ember szervezete már nem tud feldolgozni. Sokkal a több embernél alakul ki probléma a glutén miatt, mint azt sokan gondolják. Mivel ugye a glutén érzékenység rengeteg más komolyabb problémát is okoz a testünkben, és sokszor csak ezekre a komolyabb problémákra gondolunk, fókuszálunk, és nem foglalkozunk az eredeti okkal, a gluténnal. Például a legtöbb emésztési probléma összefüggésben van a glutén érzékenységgel. Amikor a glutén ugye bekerül például a belegbe, ott gyulladásokat okoz, lyukat idéz elő a bélben, és ugye ez ugye az áteresztő bélszindróma jelenség, amiről készítettem korábban már egy videót, keres rá a keresőben. És ugye a bélrendszerből ezeken a lyukakon át beszivárog az egész testünkbe, és mindenhol ugye gyulladásokat idéz elő. A legtöbb étel allergia is összefüggésbe hozható bele, tehát például a tejallergia vagy a tojás allergia esetén is jelen van általában glutén érzékenység. Miután ugye a beleken keresztül a glutén bekerül a test más részeibe is, az immunrendszer elkezdi ugye megsemmisíteni a glutént, mivel ugye idegen anyagnak érzékeli. Ha sokáig fennáll ez az állapot, az immunrendszer egy idő után más fehérjéket is elkezd idegennek érzékelni a testben, tehát ugye megzavarodik, azokat, amelyek ugye például az ízületeknél, vagy például a pajzsmirigynél található. Tehát az immunrendszer elkezdi őket is megtámadni, és így a glutén következtében kialakulhatnak az autoimmunbetegségek. Ugye glutén érzékenységre utalhat a krónikus fáradtság, a fibromialgia, az ízületi fájdalmak, az artritis, a túlzott súlynövekedés, az agyban jelentkező gyulladások, gyerekeknél a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, illetve egyes pajzsmirigy és hormon problémák is. Nézzük most meg, hogy mit tehetünk, hogy kizárjuk a glutént a táplálkozásunkból, és hogy javítsunk az állapoton. Az első fontos lépés, hogy teljesen megszüntessük a glutén bevitelt. Ez ugye nem jelenti azt, hogy le kell teljesen ugye mondanunk a gabona ételekről, mivel most már nagyon sok helyen kaphatok ugye gluténmentes kenyerek, tészták, sütemények, lisztek. De használhatunk ugye például mandulalisztet, kókuszlisztet is, vagy más paleo liszteket. Fontos nem csak ugye a gabona alapú ételeknél odafigyelni a gluténra, mert sok más feldolgozott bolti étel is tartalmazhat glutén, tehát fontos a címkét elolvasni vásárlás előtt. Célszerű egy komoly táplálkozási tervet készíteni, összeírni azokat az ételeket, amelyek tartalmaznak glutént, illetve azokat, amelyek nem, és ez szerint haladni tovább. Nagyon jó gluténérzékenység esetén a GAPS diéta. A keresőben ugye találsz róla bővebb információkat. Tehát első lépésben legyünk tudatosak és zárjuk ki teljesen a glutén. A második lépésben három étrendkiegészítő fajtát emelnék ki, melyek a tapasztalatok szerint segítenek. Egy emésztőenzim, egy probiotikum és egy L-glutamin tartalmú készítményt érdemes szedni. Az L-glutamin segít egyrészt a glutén emésztésében, másrészt segíti az emésztőrendszert a regenerálódásban. Az emésztőenzimek is az ételek jobb lebontását támogatják, a probiotikumok pedig segítenek a bélflóra helyreállításában. A probiotikumok közül a bifidobaktérium lactisnak van a legjobb hatása gluténérzékenység esetén egyébként, de ettől függetlenül fontos, hogy többfajta probiotikumot is bevigyünk.
illetve a probiotikumok mellé ajánlott mikroalgákat is fogyasztani, például a spirulina alga prebiotikumként is működhet, tehát segít abban, hogy a probiotikumok jobban hasznosuljanak a testünkben. A harmadik, amit bevethetünk gluténérzékenység esetén, az almaecet. Az almaecet először is abban segít, hogy a testünk jobban elviselje a glutént, hatására javul az emésztésünk, hatékonysága jobban le tudnak bomlani az ételek a gyomorban, a fehérjék és a szénhidrátok is. Az almaecetből mindig szüretlent, illetve pasztorizálatlant fogyaszt, mert csak ennek vannak igazából pozitív hatásai a testünkre. Minden étkezés előtt célszerű inni az almaecetet, vagy legalábbis nagyobb étkezések előtt mindenképpen. Egy kisebb pohár vízbe önts egy-két kanálnyi almaecetet, öntsd fel tiszta vízzel. Sokan már az első alkalom után jelentős változásokat tapasztalnak az emésztésünkben, a közérzetünkben és az energiaszintükben is. És a negyedik lépésben azokat a mikrotápanyagokat sorolnám fel, amelyek szintén nagyon fontos fogyasztani, ugye, hogyha gluténérzékenységünk van, tehát amelyeket pótolni célszerű, akár ételkiegészítőkkel, akár olyan ételekkel, amelyek többet tartalmaznak belőlük. Ezek a vas, a cink, a magnézium, a foszfor és a B-vitaminok. Akkor is célszerű ezeket pótolni, ha általuk a átálltunk ugye a gluténmentes diétára, vagy például, hogy kizárjuk a gabonákat, mert ugye nagyon sok gabonában, ugye a gabonákban ugye nagyon sok B-vitamin van. A B-vitaminok pótlásához nagyon jó a sörélesztő, a zöld színű zöldségek, a tojás, a mépempő, a goji gyümölcslé. Az ásványanyagokat és nyomelemeket pedig olyan készítményekből célszerű pótolni, amelyek természetes kötésben tartalmazzák őket, ezt ugye kelátnak is nevezik. Összefoglalva még egyszer a négy lépést a gluténérzékenység esetén, a gluténbevitel megszüntetése és a diéta megváltoztatása, emésztőenzim, probiotikum és L-glutamin szedése, almaecet fogyasztás étkezések előtt, illetve a vas, a cink, a magnézium, a foszfor és a B-vitaminok pótlása. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, és ha értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!